Nagy az érdeklődés az iskola keretében indított úszótanfolyam iránt, amelyen az elsőtől nyolcadik osztályos tanulók vehetnek részt. Nyolcadik osztályos vagyok, hát nagyon szeretek úszni, hisz más sportot nem bírtam folytatni, és hát, hogy miért szeretek, nem tudom, hogy szeretek ilyen úszni, és kész. Hogy érzed itt magad, milyen a program? Nagyon jó. Hát nem hiszem, hogy van sok helyen ilyen úszás, hogy lehessen menni úszni. Mert általában az úszás azért fizetni kell. És itt az iskolává lehet jönni ingyen. Én hatodik osztályos vagyok, és én ugye kiskoromban úsztam 9 hónapot körülbelül, és akkor ugye ezt abba hagytam, mert nagyon nehéz volt nekem. De én nagyon szeretek úszni, és akkor mindig, amikor birok tehetek, akkor én ugye úszok. És mivel nagyon szeretek, ezért gondoltam, hogy akkor részt veszek. A diákokkal csoportokban hetente kétszer a helyi sportközpont zárt medencéjén foglalkoznak az iskola testnevelő tanárai. Egyes iskolákban van úszó tanfolyam, úszó program. Mi ezt választottuk, úgyhogy a mi iskolánk ezt választotta. Úgyhogy itt nem vitás semmi, ezt csinálni fogjuk minden évben. Ez a terv. Na most, ami a gyerekeket illet, mondtam, hogy elsőtől nyolcadikig, most a legfontosabb az, hogy az elsősök, másodikosok, harmadikosok vegyenek egy lendületet a tudásban. A gyerekek csoportokba osztva vesznek részt a tanfolyamon, a kisebbek az alapokat, a nagyobb, tapasztaltabb diákok pedig a különféle úszás technikákat sajátíthatják el.